Sziasztok! Ez itt a Misevlog. Eljutottunk legnagyobb ünnepünkhöz, a húsvéthoz. Mivel a nagyszombati vigília a leghosszabb és liturgiában leggazdagabb szertartásunk, több részben foglalkozunk vele. Kezdjük is el! Húsvét tehát a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus győzelmét ünnepeljük a halál felett, hiszen feltámadt a halálból. A Szentírás tanúsága szerint, és a Hiszekegyben is így valljuk, Jézus harmadnapra támad fel vasárnap hajnalban. De jól számolunk? Jézus pénteken halt meg, akkor a harmadik nap nem hétfő. Péntek másnapja a szombat, harmadnapja pedig a vasárnap. Most már csak azt kell tisztáznunk, hogy akkor miért nagy szombat este ünnepeljük a feltámadást. A liturgiában és a keleti időszámításban is a vasárnap előző estével kezdődik, Éppen ezért ünnepelhetjük a feltámadást már nagy szombat este. Ezt hívjuk vigíliának. A vigília vírasztást jelent. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az úr feltámadását. Húsvét vigíliájának liturgiája négy nagy részből áll. Az első a fényliturgiája, a feltámadás fényét ünnepeljük. A második az ige liturgiája, amelynek során kilenc szentírási részt olvasunk fel. A harmadik a keresztség liturgiája, amelyben megújítjuk a keresztségi fogadalmunkat. A negyedik pedig az eukarisztia liturgiája. Az egész ünnepi szertartás végén szokás feltámadási körmenetet is tartani. Nagyszombat liturgiája természete szerint éjszaka kezdődik. Abban a sötétségben, amely a világra borult Jézus halála után. Az előírások szerint tehát csak sötétedés után lehet kezdeni a szertartást, és be kell fejezni vasárnap pirkadatig olykor azt tapasztaljuk, hogy a kezdési időpont mégis korábbra kerül. Ennek több oka is van. Érdemes tudni, hogy az 50-es évekig a Szent Háromnak minden szertartása a szentségi bölt miatt reggeli időpontra került. 12. Pius pápa az 50-es években vezeti be, hogy nagy szombat este kell ünnepelni a feltámadást. Viszont ennek bevezetése az 50-es években Magyarországon olyan időszakra esett, amikor tilos volt sötétedés után gyülekezni. Így evidens volt, hogy nem lehetett körmeletet sem tartani. Szerencsére ez ma már nem áll fent. Egyéb okokból lehet korábbi kezdési időpont, például, hogyha egy pap több településen is szolgál. Az sem elhanyagolható szempont, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak részt venni a szertartáson. Az első rész, a fényliturgiája tűzszenteléssel kezdődik. Egy arra alkalmas helyen a templomon kívül tüzet gyújtunk. A templomban minden fényforrást eloltunk. A pap fehér miseruhában az asszisztenciával együtt a tűzhöz vonul, majd néhány köszöntőszó után megszenteli a tüzet, amelyről hamarosan meggyújtja a húsvéti gyertyát. A tűzszenteléssel a feltámadást ábrázoljuk. Azon az éjszakán, amelyen látszólag győzött a halál az élet felett, a bűn megölte Krisztust, felragyog a feltámadás fénye. A húsvéti gyertya is a feltámad Krisztus szimbolizálja, aki győztesen tért vissza a halál országából. A húsvéti gyertya jelentőségét és méltóságát bizonyos jelképekkel is kiemelhetjük, melyeket a pap a húsvéti gyertyába vés. A ma használt húsvéti gyertyákon ezek alapvetően már rajta vannak, így ez a vésés ma inkább szimbolikus. Hogy megértsük ezek jelentését, miközben ezeket vési, a következőket mondja a pap. Jézus Krisztus tegnap és ma. Ő a kezdet és a vég. Ő az alfa, és ő az omega. Övé az idő, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Ezután a pap öt tömjén szemet is szúrhat a gyertyába, kereszt alakban, Jézus öt szent sebére utalva. Szent és dicsőséges, seb helyei által, őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. Ezután a pap a szentelt tűzről meggyújtja a húsvéti gyertyát, majd így szól, a dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Majd felemeli a húsvéti gyertyát és énekli, Krisztus világossága, amire feleljük, Istennek legyen hála. Ezután bevonul a templomba. A vonulás során még kétszer megáll, felemeli a húsvéti gyertyát és énekli. Krisztus világossága! Ez alatt a minisztránsok továbbadják a húsvéti gyertya fényét a híveknek. Éppen ezért érdemes otthonról hoznunk gyertyát, de sok esetben erről a plébánia is gondoskodik. Miután a pap az oltárnál harmadszor énekli Krisztus világossága, a szentélyben előkészített gyertyatartóra helyezi a húsvéti gyertyát. Ekkor felcsendül a húsvéti örömének az exultet. Az égben immáruljon, az az angyalok órusa és újjongjanak Isten csodálatos művei. A latin exultet szó azt jelenti újjongjon, ezt halljuk az ének első sorában. Az exultet egészen pontosan a husvéti gyertyát megszentelő és felajánló örömének. A felcsendülése előtt általában meg is töménezzük a husvéti gyertyát. Miről is szól ez az ének? Megénekli, hogy mit ünnepeltek a zsidók húsvétkor, és mit a keresztények, dicséri az éjszakát, amely egyedül volt tanulja az Egyiptomból való kivonulásnak, illetve a feltámadásnak. Azt is megtudjuk belőle, miért volt szükség a megváltásra, a bűnből való szabadulásra. A mű eredete az 5. századra tehető. Szerzője ismeretlen, de Szent Ambrusnak és Szent Ágostonnak is tulajdonították. A dallama annyira szép, hogy Mozart állítólag azt mondta, minden művét felajánlaná, hogyha elmondhatná, ő írta az exultet első sorát. Az exultetnek van egy hosszabb, közel negyedórás és egy rövidebb változata. Énekelheti pap, diákónus vagy más is. Ez alatt állunk, kezünkben a gyertyával. A végén eloltjuk és áttérünk a második nagy részre, az ige liturgiájára. Az ige liturgiája rendkívül hangsúlyos része a húsvét vigiliájának. Amint korábban említettem, kilenc szentírási részt olvasunk fel. Hetet az Ószövetségből, kettőt pedig a Szentleckét és az Evangéliumot az Újból. Jó, ha mind a hét olvasmányt fel tudjuk olvasni az Ószövetségből, de lelkipásztori okokból ezek közül néhány elhagyható. Hármat mindenképpen olvassunk, és ezek között kell, hogy szerepeljen a Vörös tengeren való átkelés a kivonulás könyvéből. Minden egyes olvasmány után Zsoltárt éneklünk, majd egy könyörgés következik. Az utolsó után felcsendül a dicsőség, ekkor megszólalnak a csengők és a Rómából hazatérő harangok. A dicsőségre meggyújtjuk az oltárgyártyákat. Sok helyen csak ekkor kapcsolják fel a templom világítását is. Ezután következik a Szent Lecke, majd ezt követi a díszes Alleluja, ami a dicsőséggel együtt elmaradt egész nagyböjt során. Majd jön az Evangélium, melyben Jézus feltámadásáról hallunk. A prédikáció után a keresztség Liturgiája, vagy a Keresztelési Fogadalmak Megújítása következik, de erről majd a következő részben beszélünk.